Mennyi mozgáskörem van? Szarka Ákos ül itt mellettem, és azt kérdezem, hogy mennyi mozgásköre van. Hát street workoutosként nagyon sok mozgáskörön van. Itt most azért nincsen annyi. Így van. Szia, egy kicsit mesél be el nekünk, hogy mi is ez a sportág. Ez saját testsúlyos mozgásforma, a szertornának igazából egy kültéri változata, így a legegyszerűbb definiálni. Alapvetően a saját testünket, a saját testünket használjuk mindenféle mozdulathoz, ez legyen húzóckodó, legyen korlát, legyen bordásfal, de alapvetően mindig a saját testünk, akár sima talajon, ezekkel variálunk, ezekkel dolgozunk. Uh-huh. Magyarországon ez mennyire elterjedt? Hát azt lehet mondani, hogy most már nemzetközi szintre van mondjuk egy ilyen 10 alatti, de ilyen 5 körüli nívós versenyzőnk, tehát akik elindulhatnának és eredményesek is lennének. Ha jól tudom, akkor te eredetileg tornásznak készültél, csak már ahhoz késő volt úgymond elkezdeni. Igen, pontosan. Viszont, tehát hogyha valaki ilyenbe szeretne kezdeni, akkor közel van azért az a tornához, ez a nagyon, sportág? Nagyon közel. Nagyon rokon sportág, sajnos én, mint mondtad, lecsúsztam, lekéstem a tornáról, tehát túl későn akartam elkezdeni, amikor az már el lehet, tehát az ilyen 3-4 éves kor, én meg 14 éves voltam. És akkor innentől úgy voltam vele, hogy ettől függetlenül engem azért érdekel ez a dolog, és hát most attól még, hogy azt mondták, hogy nem kezdhetem el, nyilván el akarom kezdeni, max nem érek el olyan kimagasló eredményeket, és akkor így lettem ennek a sportágnak a követője. Most ugye egy-két pár mozdulatot láthatunk a képernyőn, és ezek hát tényleg olyan, az előbb is mondtam, ugye, mintha nem hatnának rájuk, tehát nem hatna rájuk a gravitáció, de ugye hat, mint ahogy ezt mondtad. Így van, abszolút. Tehát ez is például, ez hihetetlen, hogy a levegőben lépcsőzik. Nagyon, itt tudsz te is ilyen? Igen, habár én alapvetően nem szoktam ezekkel a mozdulatokkal dolgozni. Azt el lehet mondani, hogy én eleinte a statikus, tehát az erőelemek felé fordultam, viszont most már gyakorlom az akrobatikus, a repülő mozgásokat is, ami ügyességet igényel, mert most már inkább az szórakoztat, úgymond, de ugyanakkor versenyzőként kell is, hogy mindkettőben eredményes legyek, tehát hogy mind az akrobatikus, mind az erőelemekben egy jó színvonalat képviseljek, így lehet eredményt elérni egy versenyen. Ha jól tudom, akkor Magyarországon egyre, nem csak Magyarországon, hanem a világon is egyre népszerűbbé válik ez a sport. Minek köszönhető ez szerinted? Nagyon látványos és nagyon könnyen megragadható, nagyon könnyen lehet egy parkban például kipróbálni, hisz vannak ilyen szabadtéri parkok, és alapvetően ez is volt a célja, hogy egy ilyen nagyon egyszerűen megmozgassuk az embereket, tehát nem valami különleges gépezettel, hanem hogy ott van az a test, mindenki számára adott teste, és hogy azzal dolgozzon, azzal nézze meg, hogy mi mindent lehet elérni. Uh-huh. Tehát akkor tulajdonképpen bárki elkezdheti ezt. Így van, ez korhatár és nemtől függetlenül elkezdhető bármilyen korosztály számára. Nyilván óvatosabban, illetve ez minden korosztályra és minden nemre igaz, hogy azért fel kell építeni, tehát nem lehet csak úgy nekiesni. Ha már erről beszélsz, vagy hogyha már említed ezt, hogy ugye fel kell építeni, akkor neked vannak edzésterveid is, nem? Így van. Edzésterveim, illetve van egy edzésem, tehát tartok edzést, illetve van egy tanfolyam is, ahol azokat próbáljuk egy kicsit szabályozni, tehát hogy legyen egy ilyen tanmenete annak, hogy ki hogy oktat, tehát legyenek alapok, hogy egyszerűen, ha bárki el akarja kezdeni ezt a sportot, akkor egy olyan edzőhöz jusson el, mindenképpen olyan edzőhöz, aki az alapokat át tudja neki adni, mert azok a legfontosabbak. De hogyha jól tudom, akkor még nincs ilyen, hogy edző, hiszen még úgymond friss ez a sportág. Így van, hát vannak olyan emberek, akik már edzőként tevékenykednek, de hivatalos edzői képzés még csak most van kialakulóban, ez az, amit én elkezdtem oktatni, tehát az első madárkák már kirepültek, úgymond, úgyhogy vannak már friss edzők, de még nagyon kezdetleges, tehát még azért ebben nagyon sok van, még ez épül.
Hát VB bronzérmesként neked van jogod ehhez, mondhatjuk. Hát ez igazából pusztán attól, hogy VB bronzérmes vagyok, nem merném elkezdeni ezt, se az edzősködés, se azt, hogy edzőket oktassak. Uh-huh. Viszont van mögötte tanulmányi háttér is, tehát én alapvetően testnevelés, tehát a TFM végeztem, úgyhogy innentől kezdve megvan az elméleti háttér is, és így már viszont úgy gondolom, hogy inkább a tapasztalatok és a tanulmányi háttér az ad egy olyan alapot, amit érdemes megosztani. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és sok sikert kívánok az elkövetkezendőkhez. Hello!